Debreceni Egyetem vizsgálat, utolsó nap. Majdnem azt mondtam, hogy az utolsó szácigi, de azért még fogjuk tolni a dekket. Reggel 6:45 van, indulunk tápolni. Mit gondoltok, fiúk? Várjuk. Ennyi. Hát én nem tudom, hogy fogom lerakni, ez annyira jó, annyira élveztem, hogy én biztos mutyiban ki fogok járni a gondolcikot. Én már nagyon várom, itt van a zsebben a kis elcigi, nagyon várom, hogy beleszívhassak végre. Na akkor menjünk! Káros, nagy! Go! Vége van, basszátok meg! Vége van! Kidobhatjuk azt a szart, a kezében van mindenkinek a saját jól bejáratott elcigije. Erre vártunk egy hetet. Gyereket! 3, 2, 1. Sokkal jobban válnom, mint egy hete. Nagyon rossz írtam már. Ezt írtam már 3 hete, mielőtt lerattam. És kölgök is tőle. Földön túli érzés. Menjünk be a kocsiba, fűzd, ezt menjünk. El nem tudom mondani nektek, hogy mennyire kurva jó érzés újra ezt az elektromos cigarettát szívni. Hú, gyerekek, beszéljetek, hadd szívjam! Nagyon jó, picit köhögtünk az elején. De csak kicsit. De csak kicsit, nem annyit, mint drapos. Emlékszel az utolsó mondatodra, amikor az arcodba fújtam a málnát a kocsiba? Idefele jövet, egy hete? Ez már alszik. Kösz. Mi a baj? Fújod a képembe. Fújod még? Igen. Jaj, de jó. Hát most így leesett egy nagy teher rólunk. Nem is kicsit. És hála Isten, jó szarok lettek a vizsgálati eredmények. Nagyon rosszak. Ennyi lett a legszarabb jelentkezem. A szénmonoxidos, azt tudjuk. A vizsgálat de... szempontjából a tiéd lett a legjobb. Igen? Hát mármint úgy, hogy a legszarabb. Ja, hogy úgy, igen. Igen. Az enyém lett egyébként talán a legkevésbé rosszabb. Így van. De mindenképp rossz volt. Úgyhogy... Mit tettem, apa? Úgyhogy a nap méltó megkoronázásaként irány az étterem, és soha többet analóg cigaretta. Bátran kimerem jelenteni. Ez a... Ennyi. Vége van az egy hétnek, meséljetek már egy picit, hogy nektek mi a tapasztalatotok.
A cigi még mindig nem jó, nem hiányzik, nem hiába tettem le. És hát ez a, hogy mondjam, nem volt bennem az a kényszer, hogy én nekem minden alkalommal ki kell járkálnom. Szóval nem hiányzott az, hogy én kimenjek dohányozni. De mégis, hogyha rávettem magam, kimentem, elszívtam, de úgy nem esett jól. De most, hogy visszajött az e-cigi, az nagyon jól esett. Szokjatok le a cigiről. És neked, Ricsi? Ó, hát felvettünk egyszer egy terhet, amit ugye leraktunk. Majd ismételten egy hétig elkezdtünk dohányozni. Most ott tartunk, hogy ennek vége valószínűleg. Sőt, biztos, hogy így is marad. Úgyhogy várjuk az ebédet, eszünk, aztán megiszunk egy pár sört, hogy menjünk vécére, ugyanis kell a izotópos vizsgálatok után méregteleníteni. Úgyhogy indulunk haza, és ennyi volt. Hát örülök, hogy vége van ennek az egésznek. Én nem tudom mai napig elképzelni, hogy emberek hogy tudják ezt napot. Több dobozzal elszívni, és hogy nem jut eszükbe, hogy van alternatív nikotinbevitel is, mint az e-cigi. És miért hiszik el ezt a sok szart, amit a média nyom róla. Úgyhogy nagyon örülök, hogy is vége van ennek az egésznek, remélem visszajön a hangom rendesen, és újra tudok majd énekelni. Ennyi, ennyi. Kérem, kapcsolják. Újra itt vagyok, immáron a dohányos hét lezárásával, a legeslegutolsó videóval. Ezzel szerettem volna egy picit várni, hogy minden aspektusát át tudjam gondolni annak, amit érzek. Ne hirtelen felindulásból mondjak bármit is. Volt rá egy napom, hogy megtegyem az észrevételeimet magammal kapcsolatban. És volt idő átgondolni mindent az egy héttel összefüggésben. Ami a legfontosabb, az a videókon is jól látszanak azok a stációk, hogy indultam neki, gyakorlatilag mint szűz dohányos ennek az egésznek, és mentem onnan, hogy nagyon szar, kicsit szar, épp hogy szar, és eljutottunk a végén oda, az 5.-6. nap környékén, hogy már teljesen mindegy, csak fogyjon, csak szívjam, csak menjen. Éreztem a reggeli nikotinéséget, és ezzel kapcsolatban minden oda volt írva az arcomra, meg lehet nézni újra. Az biztos, hogy az egy hét alatt minden egyes szál szenvedés volt. Azt észre lehetett venni, hogy az elején egy picit jobban fogyott a cigaretta, és a közepe felé ugye volt egy megingás, akkor, tehát minden nap megvolt az általam kitűzött 15 szál, de az elején egy picit könnyebbnek tűnt a dolog. Valószínű azért, mert az elektromos cigarettával nem vittem annyi nikotint a szervezetembe olyan lökésekben, ahogy a cigarettánál is. Hadd élvezzem megint egy picit. Fantasztikus. Szóval lehet, hogy pont ezért akkor egy picivel több nikotin tudtam bevinni cigarettával a szervezetembe, ami 2-3 nap után kezdett telítődni bennem. Nagyon nehéz volt szívni, szenvedtem az ízesítésekkel, mikor pattintsam el, mikor használjak ízesítést, mikor a mentolt, az elején az egyiket, a közepén a másikat, ment a legózás jobbra-balra, hogy lehetne jobbá tenni, mert borzasztó szenvedést okozott nekem, folyamatosan a nyelvem égett,
köpnöm kellett, borzasztó volt. Az ötödik nap környékén jutottam el oda, hogyha nem használok semmit a hangzatos hülyeségeikből, amit a dohánygyárak kitalálnak, akkor valamelyes talán jobb. Tehát ez egy marketing bullshit az én olvasatomban, ez a mindenféle banános, meg rebarbarás, meg anyám kínja, milyen íz labdacs benne, amit el lehet pattintani. Érdekes egyébként megnézni a videóban ezeket a alatta-utána fejeket. Tehát az elején, amikor elindulunk, hogy akkor milyen a hozzáállás a cigarettázás közben, milyen a fejem a reggeli cigarettáknál, milyen a fejem. Tényleg úgy néztem ki, mint egy rossz zombi, mert csak kimentem, szívtam, szédelektem, hány ingerem volt, fájt a fejem, szédelektem, szívtam, szívni kell, megint ki kell menni, megint szívni kell. Úgyhogy a végét azt meg az élő közvetítésekben lehetett látni. Tehát ott már inkább a madarat lehetett velünk fogatni, dolog volt már Debrecenbe lefele menet, mert tudtuk, hogy tényleg már csak egy pár szál választ el minket attól, hogy. És akkor beszéljünk egy kicsit a debreceni élményekről, hogy ha így fogalmazhatok. A vizsgálat teljesen fájdalommentes volt minden része, ha csak az nem volt egy apró fájdalom, hogy a tüdő CO kapacitás mérésnél ott egyfolytában egy rabszolgahajcsár kergetett minket, hogy fújja még! Szóval ezt leszámítva teljesen hétköznapi, kibírható, semmit nem érzett az ember a vizsgálatok alatt. És várom a kiértékelést. Az első eredményt azt megmutatta nekem Dávid. Annyit el lehet mondani, hogy két részét vizsgálták a tüdő két oldalának, jobb és bal oldalt. A bal oldallal ott volt valami problémám, vagy lebetegedtem, vagy nem szívódott föl rendesen a kontrasztanyag, de ez mindegy is, mert ezt ők tudják korrigálni, mármint a kiértékelésnél. Viszont ami nagyon jól látszott, hogy két érték közé lehetett egy normális értéket felállítani. Ez legyen mondjuk most hasraütésszerűen mondjuk 60 és 90 között normálisnak mondható a mért érték, és a magasabb a jobb. 90 a plafon. Nem dohányosként, elektromos cigaretta használóként az első vizsgálatnál a jobb tüdőm eredménye 90 lett, tehát a maximális értéket hozta, ennek én nagyon örültem. Hogy a második milyen lesz, csak a légzés terheléses vizsgálatból, illetve a légzés funkciós vizsgálatból tudok kiindulni, rosszabbak lettek mindegyiknek az eredményei, mint a legelején voltak. Azt nem raknám be, hogy milyen értékek, mert mindenféle semmit nem mondó számokkal találkozhatnátok. Nem bírom, kell egy kis málna. Szóval, a kutatás nekünk véget ért. Van még kettő turnus rajtunk kívül februárban, és hogyha ők végeznek, akkor megvan a megfelelő számú vizsgált alany mennyiség, és el tudják készíteni a kutatás lezárási eredményt a professzor úrék, és ezt elkezdhetik publikálni. A publikáció valószínű egy külföldi szakfolyóiratban fog megtörténni, mondjuk Angliában, illetve Magyarországon, és akkor útjára indul ez az egész világhódító útjára, remélem, maga a kutatás a publikációval. Ami nekem nagyon jó volt ez az egy hét, hogy belevágtam, hogy vállalkoztam rá, az két részből, illetve három. Az egyik nekem egy nagyon jó önismereti
tréning volt, felfrissíthettem az emlékeimet a cigarettáról. Hogyha bárkinek ezek után kételje támadna, hogy hát nem biztos, hogy olyan egészséges, nem biztos, hogy olyan jó az ember, csak annyit tud erre mondani, hogy ezeket az üres frázisokat, hogy könnyebben veszem a levegőt, könnyebben megyek föl több emeletet lépcsőn, de ezek megfoghatatlan dolgok. Ezek a vizsgálati anyagok a számok tükrében megfoghatóak. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanazokon az állomásokon haladtam el, mint annó gyerekkoromban, kimondhatom, hiszen 13-14 éves koromban szívtam el az első szál cigarettámat, tehát ugyanazokon a lépcsőfokokon haladtam át, el, mint annó. Csak most közel 40 évesen, és meg tudtam figyelni a testem reakcióit. Tehát nem az volt előtérben, hogy én nagy fiúvá váljak, hanem tényleg azzal tudtam foglalkozni, hogy az első cigarettánál mit érzek reggelenként, mit érzek, hogyha duplázok, mikor kezdem el azt érezni, hogy a nyelvem elveszti az ízlelő képességét. Ezek szépen dokumentálva voltak az egy hét alatt folyamatosan. Ez is pozitívum. Illetve most már bármikor valaki azt akarja belém beszélni, hogy talán ha cigarettázol, az is ugyanaz, ugyanilyen. Nem. Abszolút nem ugyanilyen. Soha a büdös életben nem akarok visszatérni az analóg cigarettához. És nem azért, mert valaki azt mondja, hogy az elektromos cigaretta egészségesebb, kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta, hanem azért, mert láttam a saját testem reakcióit, megtapasztaltam, hogy micsoda szenvedés volt, akár csak ez az egy hét is. Nem akarom többet átélni. És most fogom a mentolos fekete ribizlit, és abból is szívok egy kicsit. Szóval mindent egybevetve, azt mondom, hogy ez az egy hét számomra nem dohányos számára borzasztó nehéz volt, de volt, akinek nehezebb volt, hisz nem úgy volt nem dohányos, mint én, hogy 4-5 éve nem cigarettázik, hanem például István volt olyan, aki életében nem dohányzott, és mégis elvállalta ezt a vizsgálatot, neki volt szerintem a legkeményebb a dolog. Senkinek nem volt könnyű, azt azért tegyük hozzá, tehát itt a migréntől, fejfájáson keresztül a szédülésig, némelyeknél a hányásig volt minden az egy hét alatt. Tehát aki arról meg akar győzni engem, hogy ez kevésbé rossz, már mint a cigaretta, mint hogyha nem dohányoznál, vagy mint az elektromos cigaretta, vagy esetleg azzal egyenértékű, azt egyszerűen képen röhögöm. Én ezt köszönhetem az egy hétnek, hogy még egyszer is végérvényesen bebizonyította nekem, hogy van egy sokkal jobb alternatíva a nikotinbevitel szempontjából, mint a cigaretta, amiben nincsen kátrány, nincsenek adalékanyagok, nincsenek kis roppantós bizbaszok, nincsenek mindenféle kapszulák, csak az én megszokott és általam ismert ízek, amik be vannak vizsgálva a megfelelő laboratóriumokban, és tudom az összetevőit. Az, innentől kezdve, hogy mást mit mond, vagy mit gondol róla, hidegen fog hagyni. Én a saját tapasztalataim alapján eldöntöttem, hogy ez nekem jobb, és felelős felnőttként meghoztam egy döntést. Az, hogy más ebbe szeretne beleszólni, vagy kitalálni, hogy nekem mi az egészségesebb azért, hogy az államkasszában a jövedéki adóbevétel nőjön, vagy esetleg nem is akarok belegondolni, hogy miért akarnak engem meggyőzni. Fogadják el egyszerűen, hogy felnőtt emberként így döntöttem, és ez az én döntésem. Hogyha valaki segítséget kér, forduljon hozzánk bizalommal,
mi tényszerű adatokat közlünk kutatási és vizsgálati eredmények tükrében, és nem pedig üres lózungokkal etetjük a népeket, és mondunk olyan dolgokat, aminek nemhogy a valósághoz, de egyáltalán semmi tényhez nincs köze. Egy hét cigaretta, ez volt az utolsó. Tudom, hogy mikor volt az utolsó szál, ezt be fogom írni a naptáramba, és nekem egy örök élmény marad az életemben. Sajnos emlékezni mindig fogok rá, ugyanis ez volt talán a legdurvább élményem az egésszel kapcsolatban. Azt nem biztos, hogy néztétek, vagy láttátok. Az egyik nap, amikor kiléptem a postán, és már kerestem a cigarettát, nyúltam a cigarettáért, a lépcsőn rosszul léptem, megcsúsztam a jégen, és elestem, úgyhogy egy pár napig még szenvedtem vele, utána elmentem a sürgősségire, és ott bizony kiderült, hogy itt a tenyeremből, illetve az egyik csontból lepattant egy darab az esés következtében, úgyhogy köszönöm neked, hagyományos cigaretta, hogy 40 éves fejjel gipszben lehetek itthon. Ennyi. Az elektromos cigarettával soha nem törtem ki a kezemet. Remélem, hogy ez így is marad, és ez az utolsó csont, amit áldozni tudtam a cigaretta oltárán, és ez a vége. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Galuska professzornak és Rózsa Dávidnak, hogy fölvették velünk a kapcsolatot. Remélem, mi hozzá tudtuk tenni a kis magunk részét a vizsgálatukhoz, a kutatásukhoz. Remélem, hogy az általuk várt sikert meg fogja hozni ez nekik, illetve a kutatásuknak. Ehhez sok sikert, erőt, egészséget kívánok, nekünk pedig minél több és minél hosszabban élvezhető elektromos cigaretta használatot az életben. Köszönöm szépen, hogy ezt az egy hetet végignéztétek velünk, végig kínlódtátok velünk, vagy esetleg végig röhögtétek velünk az élő közvetítéseket. Nem mondom, hogy minden pillanata könnyű volt, de túl vagyunk rajta, és most már arccal előre a gőz felé tekintünk csak. Kitartás nektek még egyszer, köszönjük, hogy itt voltatok, néztetek bennünket, sziasztok!